Erős váram, Istenünk, szeretettel köszöntöm nézőinket. Pünköst hétfőn a bennünket, Szent lelke által magához vonzó atyával, a szívünkben egyedül hitet teremteni tudó Jézussal találkozunk. Ő így bátorít bennünket, bizony, bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Kezdjük imádsággal. Istenünk aki egykor szent lelkedet adtad az apostoloknak. Kérünk, hallgassd meg népet könyörgését. Add, hogy azok, akikben hitet ébresztettél, békességedben is részesüljenek az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a szent lélekkel Isten él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg Isteni igényét János evangéliumából, a hatodik fejezetből, a 44. és a 47. versekből. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Ámen. Hinni szeretnék. Lelkészként hány beszélgetésben, hány vallomásban hallottam elhangozni ezt a mondatot. Kilátástalannak tűnő emberi sorsokban, reménytelen helyzetekben, vagy az élet mókus kerekében hányszor hangzik el, hinni szeretnék. Még úgy is kimondjuk ezt, ha hívő emberként látszólag kényelmesen üldögélünk hitünk trónján. Mindenhol vannak helyzetek, időszakok, amikor kétségbeesett és reménytelen sorstársainkkal együtt hinni szeretnénk. Ugye milyen jó lenne megfejteni a hitre jutás titkát? Megérteni, miért vannak emberek, akik olyan odaadóan hisznek, akik önfeláldozó módon akarják, hogy Isten töltse be szívüket és életüket. És miért van, hogy emberek elzárkóznak Istentől? veretes lakatot tesznek mindenhova, Isten nehogy bekopogtasson hozzájuk. Pünkösd második ünnepén a hit kérdése kerül a középpontba. A kereszt szenvedett, a harmad napon feltámadott, az atya jobbján ülő Jézus, aki szent lelke erejével van közöttünk, a hitünkről kérdez bennünket. Dilemmaként vagy ajándékként gondolsz a hitedre? Ellenérzésekkel küzdesz, ha kérdeznek róla? Vagy hála van a szívedben? Jézus szavai olyan közegben hangoznak el, ahol gondoskodó szeretete ellenére zúgolódó reakciók jutnak neki osztályrészül. Ötezer emberrel tesz csodát, sokan mégis mélységes hitetlenségükről adnak számot. Ki vagy te? Te beszélsz itt nekünk a hitről? kérdezik tőle. Ismerjük a szüleidet, tudjuk, melyik városból jössz, miért gondolod magadról, hogy különb vagy nálunk. Ahogyan akkor a galileai tenger partján, most is milyen érdekes, mennyire nem fogják, és nem értik az emberek, miről beszél Jézus. Láttak egy csodát, a kenyérszaporítást, megtapasztaltak egy jelet. Hallottak az örök élet kenyeréről, de csak a zúgolódás és az elégedetlenség hangja száll tovább a levegőben, az Istenre mutató jel, milyen nehezen fogható. Ott a szóharcok hevében már már az az érzésünk, hogy Jézus be is dobhatná a törölközőt. Vita partnerei olyan élesen támadnak vissza szavaira. Ilyen ellenszélben. Van-e értelme az atyáról, a hitről beszélni? Jézus azonban állja a sarat és válaszol az úgolódóknak, Nekik, akik nagyon tudják, kik Jézus szülei, melyik városban és milyen színű házban laknak, arról van-e fogalmuk, ki az atya, akiről Jézus bizonyságot tesz nekik. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza az atya. A vonzige ugyanaz a szó, ami kifejezi azt, ahogyan a halászok a hálóikat kivonják a tengerből. A háló kihúzásához hasonlóan vonz bennünket is magához az Isten. Jézus erre a radikális szeretettel magához ragadó úrra mutat, és minden akadékoskodó komment ellenére az Isten megismerésére szeretné elvezetni az embereket. Sokszor annyira magunkba tud fordulni a gondolkodásunk, hogy nem tudjuk megragadni, milyen döntő változásokat hozhat életünkbe a hit. Isten áldó hatalmában békét találva, az emberi élet egy szintet emelkedett életté válhat. Másképpen gondolunk az élet végességére. Lelkünkben megszülethet a reménység, hogy a mulandóságot felváltja a mulhatatlan, a maradandó. Akinek közel lesz az Istenbe vetett hithez, az nem csak a halál utáni létről fog másképpen gondolkodni. Megéli, hogy a jelen és az örök jövő már ebben a földi életben találkoznak. A feltámadás azt jelenti, hogy az élet minden apró kis szegletét átjárja a feltámadás reménysége. Egy egészen új élni tudást fedezhetünk fel amelyben nem a földi élet hatalmi rendszereinek van utolsó szava, hanem a hit, a reménység és a szeretet által átjárt könyörületnek, a gondoskodásnak és a kegyelemnek. Aki vágyik erre az éltető erőre, most lehet, hogy jobban megérti az Istennel való kapcsolat lényegét. Most, amikor magunk is átélünk olyan időket, amelyeket el sem tudtunk volna korábban képzelni. Nem lehet, hogy az Isten hívó és vonzó szava most közelebb került hozzánk. Most azért jobban belelátunk az emberi kiszolgáltatottságba, a végtelen nyomorúságba, az életünket és a társadalmunkat meghatározó emberi döntések iszonyú felelősségébe. Ha nyitottakká tudunk válni az emberi élet és az Istenben való hit mélyebb megragadására, könnyebben jutnak el hozzánk Jézus szavai. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya. Nem azt kéri tőlünk az Isten, hogy most itt és azonnal higgyünk. Nem emberi produktum a hit, hanem ajándék. Isten ajándéka. Olyan ajándék, amiben Isten csupa olyan dolgot csomagol be, ami nekünk személyre szóló ajándék, és amit senki és semmi más nem tudna megadni nekünk. A hit Isten cselekedete, és nem egy egyszerű emberi választás, hogy hiszek vagy nem hiszek. A hit alapvetően Isten akarata, aki számára nem vagyunk közömbösek, aki szeret bennünket, aki magát adta azért, hogy nekünk életünk lehessen. Pünkösd ünnepe az egyház számára, a Szentlélek kiáradásának ünnepe, a hit születésének és a hit ajándékának az ünnepe. Ünnepeljük együtt, hogy Isten hív és vonz bennünket, és ajándékba adja életünkbe a hitet. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Emberi erőfeszítéseink kudarcaiban erősíts meg bennünket lelkeddel. És te adj szívünkbe bízni és remélni tudó, sziklákat mozdítani tudó hitet. Köszönjük neked az élet megújulásának örömhírét és a nekünk felajánlott lelki gazdagságot. Segíts bennünket az élet útján úgy járnunk, hogy legyen erőnk küzdeni, segíteni, a jót belátni és lelked erejével változni. Hálát adunk neked pünköst csodájáért, a hívő közösség az egyház megszületéséért, hitre hívó szabadért, Jézus Krisztus kereszt halálában és feltámadásában megmutatott szeretetedért. A jelen nehéz helyzeteiben őrizd a teremtett világot. Kérünk, bocsáss meg nekünk, ha védkezünk ellened, embertársaink és a teremtett világ ellen. Újító hatalmad járja át életünket. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten szent lelke, kísérjen bennünket tovább életünk útján, reményteljes, erős és bízni tudó hittel. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Amen.